Az 1982-es Commodore 64-es a világ legnagyobb példányszámban eladott számítógépe. A számítástechnika és ügyviteli vállalat épülete hiteles helyszíne a tárlatnak. A 30 éves szerverterem régi eszközei is a kiállított gépek közé kerültek. Az itt látható 80-as, 90-es évek úgynevezett sztár számítógépeinek egyharmadát Magyarországon gyártották. A 70-es évektől vannak, főleg a nagy gépes rendszerekből számítógépek, ezeket nem lehetett a nagy közönségnek használni, még a szocializmus idejéből valók, ezeket igazából rejtegették még ezeket a gépeket, nagyon kevesen féltek és láthattak ilyeneket, most itt mindenki megnézheti, kipróbálhatja ezeket. A számítógépek mellett régi telefonok, írógépek, nyomtató és memóriamodulok is kiegészítik a tárlatot. A szervezők célközönsége főleg a fiatal korosztály. Az eszközök egy részét megjavították és üzembe is helyezték, hogy azokat bárki kipróbálhassa. Itt a gépteremben a maihoz képest lényegesen nagyobb eszközöket használtak. A tárlat segít megérteni a számítástechnika fejlődését. Nem árt tudni, hogy honnan indult a számítástechnika. Arról nem beszélve, hogy én úgy látom, hogy a mai informatikai tudás az egy felszínes tudás. Nem igazán látja, hogy mögötte hogy működik az az adott rendszer. Ráadásul nem is nagyon akarja, mintha nem akarná megismerni a mai fiatal, ő csak a felületet akarja látni, hogy működik, mi a működés elve, az alapjai, azt már nem nagyon látja, nem nagyon akarja. Ez a múzeumi rész, hogy így mondjam, ez talán ezt egy kicsit közelebb viszi, látják azt, hogy milyen számítástechnikai részességek voltak régebben. A Giganet, a Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár közös tárlata a tervek szerint még legalább egy évig látogatható ingyenesen a Szűv Székházban.